Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit! Külön köszöntöm Katalin volt köztársasági elnökasszonyt, aki emberfeletti szorgalommal írta alá a kata, tanár és jogállamiság ellenes törvényeinket, illetve a kerjámi kérvényeinket is. Mi fütyültünk, de táncoltál. Pedofilok és nácik kerültek szabadlábra, és amiért be kellett áldozunk téged és Juditot. Kellemes nyugdíjas éveket, kedves Katalin! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2023 a hazugság éve volt. Hazudtunk, amikor azt mondtuk, legyőztük az inflációt. Az igazság az, hogy náluk volt Európában a legmagasabb, több mint egy éven keresztül. Ez pedig csak magunknak volt köszönhető, nem a szankcióknak és a háborúnak. Hibáztunk. Hazudtunk, mint a rossz tükör. Az Unióban a szankciókat megszavaztuk, még itthon konzultációt hirdettünk róla. Apropó konzultáció. Már akkor hirdettük az eredményeket, amikor még be sem érkezett az összes hív. A hirdetésre költött milliárdok pedig barátaink zsebében landoltak. 50 darab még gombócból is sok. Ennyi megszorítást vezettünk be tavaly. Miközben a magyar emberek bére soha nem látott mértékben csökkent. Kivéve persze minisztereinkét, a saját fizetésemet és a barátomit, Lőrincét is. De tavaly 150 milliárd forint tartott a növelni a vagyona. Hazudtunk arról is, hogy nem mi fogjuk utolsóként blokkolni Svédország NATO csatlakozását. Vladimir bábjaként még most is akadályozzuk az európai védelem megerősítését, a külügy számítógépeire pedig orosz kémprogramokat telepítettünk. Nem védtük sem a szuverenitásunkat, sem a magyar családokat. Egy dologban nem hazudtunk, azt folytatjuk, amit elkezdtünk. Nem háborúpártiak, hanem továbbra is Putyin-pártiak maradunk. Folytatjuk a családok védelmét, különös tekintettel az Orbán és a Mészáros családokra. És végezetül mindig, mindenkor a saját érdekeinket fogjuk képviselni. Reggel, délben, este. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!